összeállítottunk egy ilyen kis szettet, hogy gyakorlatilag bemutassuk, hogy mennyire egyszerű ez a metódus horgászat, és mennyire nem kell ezt túlgondolni egy egyszerű hétköznapi pecához. Gyakorlatilag raktunk bele különböző grammú metódkosarat, töltőt, csalitüskéshorgot, és egy, ez gyakorlatilag egy ütköző, de mindjárt úgyis felszereljük, és akkor látszódni fog, hogy hogyan működik. Ide akkor a kosárig, ez egy 20 grammos elég. Átfűzzük a zsinó, ja, a zsinóról nem beszéltünk. Ezt most fogjuk kipróbálni, ez a Hubertinnek egy új zsinórja. Kifejezetten ilyen kis tavakra, rövid pecára egy nyúlósabb zsinort készítettek, hogy ne repüljön el a botunk egy kicsit vehemensebb kapástól. Na, hátulról átfűzzük a zsinort, ha beletalálunk. Szemüvegét fel kellett volna vegyük, igazán? Ugye. Oké. Ráhúzzuk ezt a kis kupakocskát. Kis gumiütköző kupak. Ennek a kis lukján átfűzzük a zsinort. Egymás mellé fogjuk. Egy ötször ezt itt áttekerjük. Ezen a fülön, amit itt megfogtunk, ezen visszadugjuk egyszer itt a zsinort, és ami itt képződött luk, ezen pedig itt visszafordítjuk. És gyakorlatilag ezzel meg is vagyunk a kötözéssel. Ez így egy bedobható felszerelés, nincs más dolog, ráakasztjuk a horgot, fölcselizzük és mehet a pece. Hoztunk egy ilyen halas, sima kilós etetőanyagot, ahhoz rakunk hozzá egy marék angol morzsát, hogy egy kicsit színesebb legyen, mert jó nagy marék lett. Konkretizáljuk, süllyedő morzsát hoztunk. Aha. És rakunk bele egy kis őrölt TTX-et, mert azt a pontyok nagyon szeretik. TTX az egy ilyen kukorica pogácsa leőrülve. Először ezt összekeverem szárazon. És utána szépen fokozatosan adunk hozzá vizet. És ha egy kicsit túl nedvesítettük az etetőanyagot, utána még ezzel a TTX-en mindig tudunk rajta javítani. Meg még kicsit úgy is állíthatjuk, megszűrjük a szemét. Ezt kézzel összekeverjük, utána hagyjuk egy 5-10 percig, hogy magába szívja vizet, utána pedig majd át fogjuk törőszitán törni. Addig nedvesítjük az etetőanyagot, ami így megnyomva összeáll, és nem kifolyik az ujjaink közül, tehát viszonylag ez egy száraz etetőanyag, de megnyomva frankon összeáll. Ezt egy kicsit állni fogjuk hagyni, és utána még azért áttörjük, mert a metód horgászathoz a kosárba sokkal jobban meg fog állni. Amúgy ezt, ha most egy profi horgászok lennénk, ezt egy fúrószára, vagy egy keverőszára, egy akusfúróval kevertük volna össze, sokkal jobban összetöri, és sokkal jobb állaga is lesz az etetőanyagnak. De azt beszéltük, hogy ez a film ez nem erről szól, hanem arról, hogy kimegy egy horgászat ópartra, nem feltétlen visz magával fúrót szárat, kimegy, önt egy vizet bele, összekeveri. Annyi, hogy a rosta az mindenképpen egy minimum, tehát ezt azért érdemes erre az időt rászánni, sokkal jobb állaga lesz az etetőanyagnak. És amit így
összekevert az Ádi, látszik is benne, hogy azért vannak itt összeállt szemek benne, vagy részek. Ezeket így frankon a rosta át fogja törni, és egy nagyon jó állagú etetőanyagot fogunk kapni. Egy kicsit várunk vele, addig bekeverjük a peletet horgászathoz. Nagyon szeretjük ezeket a kis szemű peleteket. Ennek is a bekeverését megmutatjuk. Ezt se kell túl gondolni, nem fogjuk kimérni milliliterre a vizet. Egyszerűen egy horgászathoz egy kézzacskó elegendő. Ezt fogjuk, és felöntjük vízzel. Gyakorlatilag ezzel itt végeztünk, és ezzel a mozdulattal le is önthetjük róla. Ami víz rajta marad, az bőven elég lesz ahhoz, hogy a pellet szemcsék megpuhuljanak és használható legyen. Hát gyakorlatilag ennyi a bekeverése, egy negyed óra múlva használhatjuk. Ez szépen meg fogja szívni magát, és teljesen frankon bele fog tapadni a metódkosárba. Még egy fontos részlet a horgászat megkezdése előtt, hogy lehetőleg ne össze-vissza pecázzunk. Érdemes kimérni a zsinort. Ha valakinek nincs zsinór kimérője, egyéb más módon is megteheti. Lényeg az, hogy mi klipszelni szoktuk, így biztosan egy pontra fogunk dobálni. A túloldalt kinézünk egy pontot, azt fogjuk célozni, de a távolságot azt nagyon nehéz meghatározni. Úgyhogy milyen kimérővel kimérjük. Ha kiakad a klipsz, vissza tudjuk mérni. Ha leszakad a felszerelésünk, és egy új botot veszünk el, vagy ezt kötjük újra ki tudjuk mérni, és onnan fogjuk tudni a halat fogni, ahova az etetésünk bekerült, és nem véletlenszerűen kezdünk megint valahova dobálni. Ez nagyon egyszerű ez a történet. Ez 3 méterre van kiszúrva, gyakorlatilag egy egység 3 méter, úgyhogy 3, 6. Mondjuk 23 méterre kiszúrjuk. Ez egy elég messzi pece lesz itt ezen, úgyhogy valószínűleg majd még ezt vissza fogjuk klipszelni, mert ezen a tavon nem fog kelleni ennyire messze horgászni, de ez bármilyen távra meg lehet tenni. Utána csak visszatekerjük a zsinort, és készen vagyunk. Innentől oda fogunk pecázni, ahova etetünk, és nem össze-vissza. Megpróbáljuk egy kisebb csalival először, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire esznek, lehet, hogy akkor rakunk már nagyobbat. Mondjuk egy sárgával kezdjük, de a színekkel majd lehet variálni. Jó, itt sok dolog nincsen benne, beletesszük a csalit, beletesszük a peletet, rányomjuk a kosarat, és gyakorlatilag mehet be a vízbe. A peletek tetején ott lesz szépen a csali, oda, igazából nem a csali miatt fog oda menni, hanem az illat miatt, és közben fölveszi a csalinkat is a hal. Amit ugye el szoktunk felejteni, tehát azzal úgy még nem vagyunk meg, hogy bekevertük az etetőanyagot, fölcsalisztunk és bedobtunk, és majd napvégén kihúzzuk, ha nem lesz hal.
Nem véletlen szoktak a versenyzők is toppert használni. Általában azért így az elején egy olyan 3 percenként érdemes újra csalizni, újra dobni, kerüljön be etetőanyag a vízbe. Aztán utána, hogyha nem olyan intenzívek a kapások, ha intenzívek, nem kell az órát nézni egyértelműen, de egy 10 percenként, negyed óránként azért illik újra csalizni, hiszen a vízbe az etetőanyag az ott már szétoldódott, elviszi az áramlat, úgyhogy érdemes újra dobni, és nem fél naponta egyet dobni és várni a csodát. Én ládán ülök. Ennek igazából nagyon sok előnye van egy sima székes horgászattal szemben. Mint látjátok, minden kéznél van. Akár a kézmosó, etetőanyag, ha kell horog, vannak különböző fiókok a ládán, ha kell egy horogszabadító, bármi, nem kell elmászkálni, érte keresgetni. A horgászat is nyilván sokkal pontosabb, hiszen itt egy helyből ülünk, nem össze-vissza, egyszer a tuskótól dobok, egyszer 3 méterre odébről, itt mindig egy helyről dobok, sokkal pontosabb a peca. Szeretném mutatni, hogy lehet ezt így igazából minimálba is csinálni. Igazából egy merítőke, egy fotel, egy matrac, egy kis etetőanyag, csali, illetve van itt egy ilyen kis kézmosótál. Ha ilyen rövid pecára jön ki az ember, igazából ezzel is megoldható. Amúgy vannak ezek a fotelek, ugyanúgy lehetne rá amúgy szerelni adaptereket, féderkart, szártartott kézmosót, ahogy azt láttátok a versenyládánál, de hogyha az ember egy pár órára jön ki, igazából megoldható. Így is.